Jó napot kívánok! Kínával ismerkedünk. Az előző előadásban adatokon, információkon keresztül kerültünk közelebb Kínához. Most megnézzük, hogy hogy is néz ki ez az ország. A földrajzi sajátosságairól lesz szó. Direkt eh, nem fogok városokat, meg felőkarcolókat, meg szuperexpresszeket, meg konténerterminálokat mutogatni, eh, mert eh, az ennek a, a kis előadásnak a célja, hogy azokat a természeti körülményeket mutassam be, amiből aztán a kínai kultúra ki... Sarjat, és amelyek meghatározták a kínaiaknak a gondolatait, és a mai napig is a, 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 meghatározzák a kínaiaknak a mindennapi életét, kultúráját, gondolkodását, világképét egyebeket. A domborzatát nézve az országnak így leegyszerűsítve azt lehet mondani, hogy az ország nyugatról keletre lejt. Így lépcsőzetesen nyugaton vannak a világ legmagasabb hegyei, hegységei: Himalája, Pulmun, Tiensán, illetve a nagy hegységek által közrefogó, de szintén nagyon magasan lévő Qinghai tibeti fenség, ahol ugye a tibeti autonóm terület található, itt van a világ legmagasabb csúcsa a Csomolungma, vagy a Monteverest, az ugye a kínai-nepáli határon van. Aztán, hogyha innen nyugatról elindulunk keletfele, akkor egyre alacsonyabb hegységekkel, dombságokkal találkozunk, ezt a, mondjuk ezeket az alacsonyabb, megszelídíthetőbb, szeridebb hegyeket, dombságokat lehet mondjuk a második lépcsőfoknak nevezni, és aztán, hogyha még tovább menjünk keletfele, akkor lejutunk kelet-kínába, ahol leginkább alföldek folyóvölgyek vannak, tehát ilyen három lépcsőre lehet osztani az országot, ez egy, ezen a műholdképen szépen látszik, ez itt ugye Himalája, Csinkhely, Tibeti, Fins, stb. Magas hegyek, magas hegyek, magas hegyek. Egyetlen kivétel az itt a Taklamakan sivatag, ez elég alacsonyan van, tehát ez nem egy magas terület, de se egy túl vidám vidék, tehát még lakhatóság szempontjából. Tulajdonképpen mindegy, hogy az ember Tibetben van, vagy a taklamakán, sivatagban, hogyha nem oda valósí, akkor nem fogja nagyon jól érezni magát. Aztán itt, ahogy megyünk, ez itt már a második lépcső, és ez itt a harmadik lépcső az Alföld. Bár itt azért, hogyha megnézzük a képet, akkor láthatjuk, hogy itt azért bőven vannak hegyek Dél-Kínában, Ilyen zöld erdővel borított hegyek. Ezek nem olyan nagyon magas hegyek, 1 egy-két ezer méteresek, tehát nem hasonlíthatók mondjuk a, a, a Himalájához, de azért a mezőgazdasági termelést megnehezítik. Észak-Kínában viszont, az Észak-Kínai Alföldön nincsenek hegyek. majd látni fogjuk a különbséget a kettő között. Lehet, hogy itt van még Manzúria, ami hagyományosan kevésbé kötődött Kínához, ez is jó részt egy sík vidék. Ugyanez szemléletesebben ábrázolva ugye, lépcsőként, a tibeti felség, megyünk szépen le a lépcsőkön és lejutunk az Alföldre. Ez itt a világ legmagasabb a csomolunk ma, hogyha meg akarják mászni, akkor érdemes Nepál felől közelíteni, mert onnan sokkal könnyebb fölmenni a kínai oldal az nehezebb, meg ott engedélyeket is bonyolultabb szerezni. Tehát amikor először másszák meg a Monteverestet, akkor Nepából menjenek, másodszorra már lehet persze Kínából is próbálkozni. Tehát a tibeti felség, Tibet az nagyjából így néz ki, nem egy nagyon vidám hely, és nem nagyon van oxigén, mert a helyiek már megszokták, de hogyha mondjuk egy turista érkezik Tibetbe, az első néhány napot azzal szokta tölteni, hogy levegőjét kapkod a szállodájában, és miután megszokta, hogy nem kap levegőt, utána megy el város nézni Lászába, meg egyéb helyekre. Ez pedig a taklamakás sivatag. Ez egy olyan, olyan homok sivatag, mint a, Sahara, vagy a többi homok sivatag a világon. Egyébként azt jelenti, hogy be, igen, ki, nem. Tehát ez egy beszélő név, egy rendkívül veszélyes és száraz terület, viszont a két oldalán ugye a hegyek veszik körül északról is és délre is, ahol a hegyek meg a sivatag találkozik, ott ilyen sorba várisok jöttek létre már az ókorban, akik bonyolították a Sejem útnak a kereskedelmét. Tehát most is jelentős, hát ilyen oázis városok vannak a mai szintjánk területén, a sivatag peremén, a sivatag, illetve a nagy hegységek találkozásánál. Maga a sivatag az, az viszont elég, barátságtalan vidék, hát leginkább ilyen atomkísérletek végrehajtására szokták használni. Ennyit az első, tehát a legmagasabb lépcsőről. Itt ugye egészen minimális a, a, a népsűrűség. Én Tibetben olyan 1-2-3-4 fő per négyzetkilométer a, a Taklamakás hivatagban még annyi se, és a többi magasegység, tehát a Kunlun, e, e, sem e, különösen sűrűben lakott, sőt e, kifejezetten ritkán lakott. A második lépcső az, az egy rendkívül változatos övezetnek mondható, és ez azért már sokkal barátságosabb. Ilyen kisebb hegyek, dombok, karsztvilékek, egyebek találhatók. Itt a híres ünnepi kő, erdő, itt karszt formációk tekinthetők meg nagy mennyiségben. A dél-kínai, meg a, a nyugat-kínai alacsonyabb hegyek, azok már teraszosíthatók, tehát itt rizs termesztés is folytatható a, a hegyoldalakban, ami azért elég nagy számú népességnek az eltartását teszi lehetővé ezen a képen is itt a második lépcsőbe tartozó teraszosított hegyeket láthatunk. ez nem kis munka, ezt a munkát egyébként nagyjából ezer éve elvégezték a kínaiak, tehát a, kínai hegy oldalakat nagyjából ezer éve teraszosították, amikor kinőtték a, az alföldeket, meg a, a folyó völgyeket hogy nyilván ezeket karban kell tartani, meg gondoskodni kell az öntözésről, ami nem kis munka. Hát szintén ebben a második köztes övezetbe tartoznak ezek a Kuilini csüvek Ezek is ilyen karst formációk a, a turistáknak a kedvencei. Ebben a, a köztes övezetben élnek Szöcsvány tartományban az óriáspandák amelyeket Kína nemzeti kincsnek, kópáónak minősített, és rendkívüli pénzeket és energiákat és figyelmet fordít a megmentésükre. A bandák nem nagyon hajlandóak szaporodni, mert az utóbbi évtizedekben ellustultak, és nem tanúsítanak különösebb érdeklődést a másik nem iránt, de hát a, a, a szakemberek megoldják, és leginkább ilyen mesterséges megtermékenyítéssel gyakorlatilag sikerült az óriás pandákat megmenteni a kihalástól. Ez más kérdés, hogy az ilyen hardcore környezetvédők, azok tulajdonképpen nem szeretik a pandát, mindig elmondják, hogy abból a pénzből, meg energiából, amit a, ennek az egyfajnak a megmentésére fordítottak a kínaiak, Abból több tucat vagy több száz másik azóta kihalt fajt meg lehetett volna mondani, az más kérdés, ezek az azóta a kihalt fajok, ezek kevésbé cukik, mint az óriás óriáspandák, és kevésbé mutogathatóak bélyegeken, meg úti könyvekben, meg országi más filmekben, meg egyebekben. Megnézem egyébként, hogy az összes óriáspanda, kínai népköztársaság tulajdonának van minősítve, és nem adnak el pandákat, meg nem ajándékoznak pandákat más országoknak, hanem kölcsön adnak jellemzően tíz évre párokban pandákat bizonyos kiválasztott állatkerteknek. Létezik egy olyan fogalom, hogy panda diplomácia. Ennek az a lényege, hogyha a kínaiak jó pontokat akarnak szerezni, vagy meg akarnak nyerni maguknak egy másik országot, akkor az adott ország állatkertjének felajánlják, hogy bérelhetnek nem kevés pénzért egyébként óriás pandát Kínától, és ezzel a lehetőséggel élni szoktak az adott országok, mert óriási hasznot tud hozni a panda, hiszen meg sokszorozza az állatkert látogatóinak a számát. Magyarországhoz legközelebb egyébként Bécsben láthatók óriási pandák. Szintén ebben a köztes övezetben található a belső mongoliai puszta, tehát ilyen füves pusztát is bőven találunk Kínában, arra is van példát. Itt ez eredetileg ugye a történeti mongoliához tartozott mongol törzsek éltek itt, de ma már a belső Mongólia jelentős részben kínaiasodott, Magának pusztán persze továbbra is élnek nomadizáló mongolok, meg hát a, a turizmusban is a puszta egyre nagyobb szerepet játszik a városlakó kínaiak számára egy népszerű pihenési mód, hogy kiköltözek néhány napra egy jótába a mongol pusztára, a belső mongol pusztára. Na most még mindig ebben a köztes övezetben vagyunk. Itt az egyik régióra külön kitérnék, ez a sötét barnával jelölt löszfenség. Ez a kínai löszfenség, ez a kína kultúrája, történelme szempontjából egy nagyon fontos terület. Ez, illetve ami ez alatt van még itt a sárga folyó völgyében, amit most itt bekarikáztam, meg besatírozok, ez a kínai kultúrának, Kínának, a kínai embereknek a bölcsője, a kiinduló pontja. Más helyen is éltek az ősidőben emberek, de igazából azt, amit mi kínai kultúraként ismerünk, azt, azt ide vezethetjük vissza. Aztán innen áramlott szét egy csomó kulturális elem, nyelv, vívmány, találmány, technika, meg maguk az emberek is szanaszét Kína többi helyére, ahol aztán beolvasztották magukba a helyi kultúrákat, és azoknak is volt hatása így általában az össz kínai kultúrára, de azért meghatározó, a, hát ez így a sárga folyó folyásának a vidéke, ennek a, a vidéknek a szerepe a kínai gondolkodásban, kínai kultúrában, és ezen belül is a lösz -fenszikna. A lösz az igazából nagyon finom sárga homok, Kínától északra van a góbi sivatag, ahonnan tévezetek óta az északról fújó szél felszedi a legfinomabb homokszemeket, és Kínában lerakja a sárga folyó mentén, és hát mára már több száz méteresen lösz réteg rakódott le ezen a, a vidéken, ami hát így megkeményedik. A, 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 nyomástól, és ez el, elég termékeny talajt e, képez, viszont nagyon mobilis, tehát hogyha még folyik itt egy vízfolyás, egy patak vagy akármi, az jó sok méterre beválja magát. E, könnyen alakítható, a lősz könnyen teraszis, teraszosítható, itt a lősz felsikon található e, dombok, e, kisebb hegyek. Lakást lehet válni a, a lösz e, falakba, Ugye viszonylag azért nem, nem, egy nagy, nem egy nagyon kemény anyag a lösz, tehát viszonylag primitív eszközökkel lehet ilyen barlanglakásokat kialakítani, amikben hagyományosan sokan éltek shansi, shansi tartományban, például Mao a, a 30-as években sokáig egy itteni lösz barlangban lakott, amikor itt volt a kínai kommunista pártnak a bázisa, Jenámba a, a lősz Ma pedig leginkább az ilyen városi fiatal jappik költöznek ki, mert tulajdonképpen kellemesebb dolog egy ilyen barlangban lakni, mint egy felhőkarcolónak a 84. emeletén ilyen barlanglakások vannak. Ma már hát, ezek ilyen luxus eszközökkel is berendezhetők, tehát hagyományosan nyilván nem a leggazdagabb emberek éltek a barlanglakásokba, de hát ugyanúgy be lehet oda vinni a áramot, meg a internetet, a telefon, meg egyebeket, mint bármilyen másik lakásban. Sajnos ez a lősz, ez nyáron tartja a hűvöst, télen tartja a meleget, tehát viszont kellemes klímát biztosít. Ez tehát a lősz fenség, és itt ezen ugye keresztül folyik a sárga folyó, pontosabban így tesz egy nagy kanyart, és hát itt felveszi a sok-sok lőszt, amit aztán letesz itt a, a, kelet, bocsánat, Alföldön, úgyhogy igazából az északi a Földet is lősz borítja, bár az nem a szél hozza jó részt, hanem a sárga folyó az áradásaival szétteríti ez a igazából nem különösen barátságos, de ilyen premodern eszközökkel hatékonyan művelhető terület, tehát a kínai kultúrának a, a bölcsője. Hát itt szokták meg a kínaiak azt, hogy hogy minden változik, ezek a lőszformációk könnyen alakíthatóak, elmossa őket az eső, máshol felépíti őket. Tehát a, az a, a, a sajátossága a kínai kultúrának, hogy elfogadják az emberi életet és az emberi alkotásokat is a természet, a természeti körforgás részeként, elemeként, az talán ide vezethető vissza ezekhez a természeti viszonyokhoz. Tehát az, hogy hiába építek egy házat, lehet, hogy azt a szél, meg az eső, meg a áradás, vagy akármi holnap után elmossa, és akkor újra kell építenem az egészet, picit máshol aztán azt is elmossa, aztán azt is újra kell építenem, tehát ahogy egy, mondjuk egy fa kinő a földből, meg megnő, aztán elpusztul, aztán új fa lesz belőle, úgy nőnek az épületek, a városok, az építmények, az emberi kultúrának az elemei is, ez a fajta szemlélet, hogy akár egy város is így része ennek a természetes körforgásnak, és mi nem örök várost építünk, mint a rómaiak Rómát, hanem egy olyan várost építünk, amit néhány évtizedig vagy évszázadig lakunk, aztán, hogyha jön az első áradás, vagy a tűzvész, vagy bármi, akkor arrébb költözünk, és egy új várost építünk, és újrakezdjük az egészet. Ez az állandó újrakezdés, az, hogy bekalkuláljuk, hogy semmi se tart örökké. Ez a, a kínai kultúrának, a kínai életszemléletnek egy sajátossága, ami talán innen ered, bár ez természetesen tudományos e, eszközökkel nem bizonyítható. Minden esetre hát a, a, a lőszfenségnek, meg a, az észak-kínai alföldnek a viszonyai, ahonnan a kínai kultúrának a, 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 legfőbb elemei származnak, az, azok egy ilyen éles tesznek szükséges, mert itt aztán tényleg semmit nem, semmi nem tart örökké, itt mindent elmos az árvízbe, mindent elnyel a homok. Ha megyünk tovább lefele, akkor eljutunk az Észak-Kínai Alföldre. Ez tehát tulajdonképpen a löszfenségnak a, a, folytatása. Ez egy fontos gabonatermű vidék, ez volt ugye a löszfenség mellett a másik bölcsője, vagy pontosabban azzal együtt, azzal összenőve a bölcsője a kínai kultúrának. Itt ugye alapvetően nem ríst termesztenek, hanem szárazságtűrő gabona növényeket, búzát, ókorban, őskorban kölest, árpát, meg egyebeket. Dél-Kína az nem egy ilyen nagy alföld, az északi kína alföld ez egy hatalmas alföld, tehát az ember felszáll a repülőre, kinéz, akkor így ezt látja, aztán egy óra múlva kinéz, meg akkor is ezt látja, még egy óra múlva kinéz, akkor is ezt látja. Dél-Kína sokkal változatosabb, itt is sok alföld van, meg folyóvölgy van, meg ilyen művelhető terület van, de itt ilyen kisebb hegyek, amik itt a háttérben láthatók, azok meg-meg szakítják Dél-Kínát, és tagolják kisebb szub régiókra tagolják Dél-Kínát. Tehát az észak Alföld, ez egy hatalmas nagy Alföld, ahol milliók jöttek, mentek az év százalok, évezredek során, és ennek köszönhető például az északi-nai Alföldnek egységes a nyelve. Addig Dél-Kína az jóval tagoltabb, és itt aztán minden tartománynak, meg tartomány résznek, szubrégiónak, ami ugye hegyekkel el van vágva a többitől, meg van a saját nyelvjárása, amit a többit nem értenek. Tehát ahol nem hegyek vannak, ott folyók, meg csatornák, meg mocsarak, meg tavak vannak, azok is ugye tagolják a vidéket. Ja, ha már itt a folyókat, tavakat, mocsarakat említettem, akkor térjünk rá a vizekre. 1500 folyót Tartanak számon Kínában, meg persze számtalan patakoknak kisebb és egyebeket. Értelemszerűen Kínának a folyóinak a nagy része, az, az a domborzatot követve, nyugatról keletre folyik, többségük a tibeti hegyekben vagy tibeti fensíkon ered. A két legnagyobb folyója és legfontosabb folyója Kínának a Jangce amit a kínaiak nem Yangtze-nak neveznek, hanem Changchang-nak, hosszú folyamnak neveznek, illetve a sárga folyó. A Yangtze is kínai eredetű elnevezés. A helyiek a Yangtze legalsó folyásának a vidéken Yangtze-nek nevezték a, folyót, amit úgy azt a szakaszát a folyónak, ahol ők éltek, és hát az első nyugati hajósok ezt a nevet jegyezték fel. Igazából az egész folyót a kínaiak Changtjánként, vagy simán csak Tiangként, tehát a folyamként emlegetik ez jóval bővizűbb és hosszabb, mint a sárga folyó. Tehát a Yangtze az egy nagyságrendel több vizet hoz le a hegyekből, mint a sárga folyó, és szélesebb, és hosszabb, és minden szempontból nagyobb. Viszont a sárga folyó, amit sokszor csak a folyónak, hőnek említenek, az sokkal fontosabb szerepet játszik a kínai kultúrában, hiszen láttuk, hogy a kínai kultúra az éppen a sárga folyó mentén, a Löszfenségkon, illetve az Észak-Kínai Alföldön alakult ki, jött létre, és ott rögzültek bizonyos állandó elemei. A sárga folyó az itt folyik, ugye a tibeti fensíkon ered, illetve pontosabban tibeti, fensíkon, a, tibeti fensíkon, a szegélyező hegyekben, aztán itt még ilyen hegyi folyóként kanyarog ide-oda-oda, -oda, aztán amikor leér a lőszfensík, akkor tesz egy nagy kanyart, itt felvesz rengeteg lőszt, aztán itt leér az Észak-Kínai alföldre. Na most az, hogy itt rengeteg fel vesz, az meghatározza a, a viselkedését. Egyrészt sárga színű lesz, tehát konkrétan a, a sárga színű lőztől sárga színű maga a folyam. Ilyen piszkos sárga színű. Másrészt pedig igazából ez nem egy folyó, hanem egy ilyen, sár, egy ilyen hömpölygő sár folyam, főleg itt az alsó szakaszain. Van olyan, hogy több benne a homok, a lösz, mint a víz. Tehát nem hajózható. A sárga folyó az nem hajózható rendes hajókkal, maximum ilyen kisebb csónakokkal. És ugye, amikor leér az alföldre, akkor leteszi a medrébe azt a rengeteg löszt, amit felvett. Ezzel feltölti a saját medrét. Emiatt aztán gyakran megváltoztatja a folyását, mert egy hát megtelik a medre homokkal, akkor keres magának egy másik medret, vagy csinál magának egy másik medret. Ráadásul az emberek ugye ősidőktől fogva úgy próbálták kordában tartani, hogy gátakat építettek a két oldalára. Most a gátak közét is feltörti a sárga folyó, ami hát egy veszélyes helyzet, mert hogyha nem tartják kardon a gátakat, vagy jön egy földrengés, vagy emberek direkt átszakítják a gátat, akkor ott a környéken minden elpusztult, mindent elönt a, a sárga áradat, a löszes áradat. Ez hosszú távon egyébként jó, mert az egész északi a alföldet, a sárga folyó, meg annak ami a mindenféle mellék folyásai az időről időre beterítették termékeny lösszel, és megújították a földnek a termőképességét. Rövid távon rossz, mert ilyenkor pár millió ember meghal, amikor a sárga folyó medret változtat. Ez az ábra, ez a sárga folyó alsó folyásának a meder változtatásait mutatja. Hát ez itt egy magyarországi terület majdnem, amit így keresbe kasul szelnek a különböző valamikori sárga folyó medrek, és hát amikor elhelyeződik az egyikből a másikba, mondjuk egy magyarországi területtel arrébb, akkor bizonyos sok millióan meghalnak. Az utolsó egy igazán nagy mederváltozás, ez, ez akkor volt, 1939-ben, amikor a, a KU, visszavonuló kó mintam csapatok szándékosan felrobbantották a sárga folyó gátjait, hogy ezzel lassítsák a japánoknak az előre nyomulását. Hát ezzel ugye óriási károkat okoztak a japánok, meg azok nyomultak előre, tehát sok haszna nem volt az egésznek, viszont a, a háború előtt a sárga folyó a Santunk délre folyt, a, a tengerben, most pedig itt éjszakra, ez egész közel. Ez egy nagyon veszélyes, szeszélyes folyam, ráadásul a klímája Észak-Kínának az nagyon változékony, tehát vannak száraz évek, vannak nedves évek, amikor nedves évek vannak, sok eső esik, akkor hatalmas áradásokat okoz a Sárga folyó, amikor száraz évek vannak, akkor kiszárad, és akkor az a baj, tehát rengeteg problémát okozott a folyó, és ennek a rengeteg problémát okozó, katasztrófát, tragédiát okozó folyónak a partján jött létre a kínai kultúra. Ebből fakadhat az a már említett tulajdonsága a kínai kultúrának, hogy abszolút része a kínai világképnek, hogy hát ennek a folyamatosan pusztuló és megújuló és megint pusztuló és megint uh, uh, megújuló, újászülető természeti ciklusnak vagyunk mi is a részei, mi emberek, illetve a városaink, az épületeink és minden, ami uh, emberi dolog. Mert bizony a sárga folyó az jön, és mindent elönt. Ha nem jön, akkor meg kiszárad, és akkor meg éhen halod. A Jance ezzel szemben jóval kiszámítható, bár a Jance is azért okozott katasztrófákat, például az 1990-es években a jelentős áradások voltak a felső folyásán. Ez is a tibeti fensíkon ered, egész közelebb, ez itt a sárga folyó forrása, itt a Jance folyó forrása, és hát folyik, 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 folyik szépen lefele, sokkal bővizőbb, tehát mint a sárga folyó átmegy a Szecsuáni medencén, Szechuan az egész Kínának az egyik legtermékenyebb vidéke. Aztán itt áttöri a Szechuani medencét határoló hegyeket, és a dél kínai alföldre, és itt kanyarok tovább olyan nagy városokat táplálva, mint Wuhan, amiről mostanában sokat hallhattunk, vagy Nanjing, vagy Shanghai. Éppen az többek között az áradásoknak a megfékezésére kínaiak felépítették itt a világ legnagyobb gátját, az úgynevezett háromszoros gátat, amivel ugye tudják szabályozni, ez egy több mint egy kilométer hosszú, több mint 180 méter magas gát, de ezzel tudják szabályozni az alsó folyását a, 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 a folyamnak, tehát itt ilyen nagy katasztrófák nem várható, kivéve, hogyha még leomlik a gátnak. Akkor Wuhanban, meg mi mindenki megfullad, reméljük, hogy ez nem fog megtörténni. A Yangtze ez így néz ki, tehát ez sok kilométer széles az alsó folyásain, nagyon sokszor van, hogy át se lehet látni a túlsó partra. Hajózható, jól hajózható, tehát ez egy fontos vízi útvonal, és amióta felépült a gát, azóta egészen Chungchingig, föl lehet hajózni óceánjáró hajókkal. Tehát ide egészen nagy óceánjáró hajók is föl tudnak hajózni, amik bekapcsolják a Szöcsóánt, a Szöcsányi medencét a világ kereskedelemben. Néhány szót Kína éghajlatáról. Hát ugye láttuk, hogy a domborzati viszonyok rendkívül változatosak, tehát itt a száraz sivataktól kezdve a világ legmagasabb egycsúcsáig minden megtalálható itt, úgyhogy természetesen a klímája is rendkívül változatos az országnak gyakorlatilag minden létező e, ilyen klíma, éghajlattípus megtalálható itt, szárazszöri szubtrópikus, tropikus, magas és stb. 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 Északon egészen a, a, a hideg éghajlathoz áll e, közel a klíma, ami a nagy részét meghatározza Kínának, nem az összes területet, de a, a jelentős és a legsűrűbben lakott részeket, az a Monsum. Alapvetően négy évszak van Kínában, tehát tavasz nyár tél, és miután Észak-Kínában jött létre a kínai kultúra, nagyon négy évszakban gondolkodnak, még azokon a területeken is, ahol igazából nem négy évszak van, hanem mondjuk csak kettő van, egy hűvösebb téli időszak, meg egy melegebb nyári időszak, itt is alapvetően négy évszakban gondolkodnak. Most ami meghatározza az a monszum, az azt jelenti, hogy e, e, nyáron az óceán felől, délről, délkeletről érkezik e, meleg és csapadékos levegő, ami azt jelenti, hogy nyáron marha meleg van ebben a sávban. Ez egy hőmérsékleti térkép e, júliusban, és látható, hogy ilyen Dél-Kínában melegebb van, mint Észak-Kínában, de azért Észak-Kínában is elég meleg van, tehát nincsenek olyan óriási különbségek e, hőmérsékletileg. És, és, rengeteg a csapadék, tehát Pekingben is 40 fok van, és 100%-os pára tartom, pedig Peking az elég éjszakra van. Télen viszont fordított a helyzet, télen észak nyugatról Szibéria felől jön hideg és nagyon száraz levegő, ezért télen Észak-Kínában nagyon hideg van és nem nagyon esik az eső. Dél-Kínában már megenyhül az, az, az időt, a Dél-Kínában már nem jut el ez a száraz hideg levegő, itt az óceánnak továbbra is nagy hatása van, tehát Dél-Kínában enyhe a tél, és valamennyi csapadék van, ezért télen sokkal nagyobb a különbség észak meg között, tehát nyáron mindenhol meleg van, és esik az eső, télen viszont északon marha hideg van, és nem esik semmi, délen enyhébb az időszak, és valamennyi enyhébb az idő, viszont a kevés a fagypont alatti nap és némi csapadék is esik. Ez azzal a kellemetlen következménnyel jár egyébként, hogy nagyjából így a Yangtze vonalától délre hagyományosan nem építenek be fűtést a lakásokba, házakba és így a kollégiumokba se. Azt gondolják, hogy hát azt a néhány hideg napot vagy hetet túl lehet élni fűtés nélkül is. És hát azért, amikor még az utcán 10 fok van, néhány hétig, akkor azért benne a lakásban vagy a kollégiumban is lehűl a, a, a levegő, és akkor bizony fázik az ember, és akkor azt a néhány hetet az át térben is nagy kabádban tölti. Ez egy csapadék e, térkép. Itt látható, hogy itt a dél-kelet-kínai tengerparton esik a legtöbb eső, és hát minél inkább menjünk észak-nyugat e, felé, annál kevesebb eső esik. Ásványkincsek tekintetében Kína elég jól el van látva, összességében a világ harmadik legnagyobb ásványkincs tartalékával, ásványkincs vagyonával rendelkezik. Színből például a legtöbb itt található a világon, vasércből is itt van a legtöbb, de még az olaj tartalékai is a világon az ötödik legnagyobbak. Viszont ugye az elmúlt 40 évben olyan mértékben ide került az egész világnak a termelési központja, hogy ezek a hatalmas készletek nem elengedőek Kína számára, és gyakorlatilag minden importálnia kell, tehát mindent importálnia is kell. Tehát hiába rendelkezik rengeteg ásványi anyaggal, gyakorlatilag minden megtalálható Kína területén, mégis a legtöbb dolgot importálnia kell, tehát szenet is importál, meg vasat is importál, olajat rengeteget importál a közelkeletről, meg Ázsiából míg a, a még az ilyen exportját jó részt a stratégiailag nagyon fontos ritka földfémek eh, teszik ki, mert ott viszont a, a világtermés 90%-a Kínában folyik. Az ország szerte szétszorva található természetesen az ásfenykincsek a különböző területeken. Manzsúria nevezhető egy ilyen fontos nehézipari, központ, nehézipari központnak, tehát Észak-Kelet Kína. Itt vasércből is, meg is, meg olajból is bőven van, és ezért aztán már a japán hódítások a japán a nyomulás idején itt jött létre el Kínának a legfontosabb nehézipari ipari központja. Köszönöm szépen a figyelmet!